A szalókiak nem könnyítették meg a hazaiak dolgát. Bár már az első percben vezetés szerzett az FSC, egy gyors válaszgóllal kiegyenlítettek a vendégek. A második félidő hajrájában megmutatkozott a két csapat közötti erőléti különbség. A füzesabonyi fölény meghozta az eredményt is, a lefújáskor 3-1-es hazai győzelemmel vonultak az öltözőbe a játékosok. A meccs után a csapat eddigi teljesítményét értékelte Nagy Endre, az FSC erős útedzője. Csalódottak lettünk volna, ha ettől gyengébben teljesítünk, de hál' Istennek az ellenfelek eredményei úgy alakultak, hogy elsők vagyunk. Nyilván elégedett vagyok, egy döntetlenünk van, még mindig sok a hiányzónk, de és minden csapat jól játszik ellenünk, mint a mai meccsen is látszott, hogy a Szalók is nagyon jól játszott, megtesznek mindent, de hál' Istennek be tudtuk húzni ezt is. Én úgy gondolom, elég jó a játékos keretünk, tehát ez az alap. Emberileg is próbáltunk olyan játékosokat összeszedni, akik beleállnak a munkába, és ebből kifolyólag úgy látom, hogy az a meccsek utolsó harmadát nagyon jól bírjuk. Tehát a játéktudás, én úgy gondolom, az emberileg hozzátett dolgok és az erőlét, ez emel a többi csapat fölé most, de még nincs vége. Az Erős Út Kft. Beszállása után sok helyről érkeztek játékosok a füzesabonyi keretbe. Alakulunk, még nem az igazi, de nyilván a győzelmek megkönnyítik ezt, mert akkor igazán jó a csapategység mindenhol, mikor mindig nyer a csapat, de ez majd akkor derül ki, ha igazán nehéz helyzetben leszünk, mert én nekem az a fontos, hogy akkor is ki tudjunk jönni a kútból. Biztos lesz ez máshogy is, de hál' Istennek még most ott vagyunk az elején. Úgy látom, van két gyengébb csapat, de biztos vagyok benne, hogy jövő héten a Zeger 2-nél is meg fogunk szenvedni. De látszik, hogy a Gyöngyös az, aki még tartja, úgymond velük a frontot, de bárkitől, a Herréd, a Szalók, az Andornak tája, a Lőrinci, mind jó csapat, tehát úgy igazán nincs az, hogy úgy megyünk ki egy meccsről, na ez tuti 3 pont. És mindenki a füzesabonytok, hogy legyőzünk. Ez természetes, ez valahol jó dolog is, mert ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a legjobbak, remélem legalábbis, de az a fontos, hogy a végén mi legyünk a legjobbak.